Kardos András filozófus a vendégem. A Kex együttest hallhattuk, hát nem mai zenekar, a Tiszta Szívvel című dala az a én szívemhez közel áll. Göcej Zsuzsa zenei szerkesztő, szerintem ezt önnek készítette be. Van ennek valami közeli oka? Mit gondol, hogy a Kex együttes meg ez a dal? Hát valami időben biztosan van köze. Amikor én fiatal voltam, akkor a Kex együttes egy létező és fontos zenekar volt. Én nem voltam egy buliba járó ember, mármint ilyen zenekari bulikba járó ember. Egyszer az iskolánkban kint volt a Kex, akkor arra emlékszem, gimnáziumban. De hát persze, én rokon szenvedtem velük. Tehát ilyen értemben a Göcej Zsuzsa jól döntött. Jól választott. Ha már mondja, hogy nem volt egy koncertre járó fiatal, akkor milyen fiatal volt? Hova járt? Mit csinált? Hát ez nagyon érdekes kérdés. Megpróbálom röviden válaszolni. Igen, azt is megpróbálok. Hát bizonyos értelemben nekem egy tipikus, egy rétegre néző és tipikus életem volt. Az én szüleim a kommunista párt aktív tagjai voltak. Az apám kultúrpolitikus volt, acél tanácsadója volt, egyetemi tanár volt. Anyám pártag volt. Pándi párról beszélünk, Pándi párról beszélünk, aki Kardosból van, lett Pándi. Aki Kardosból lett Pándi. Ha érdekes, majd elmondom, miért lett Pándi. Anyám gimnáziumi tanár volt, de egy időben a József Attila gimnázium pártitkára volt. No, szóval én egy ilyen családban nőttem fel, gimnáziumba, Ságváriba, tehát a Trefortba jártam. Na most, ami a fiatalságomat illeti, én alkatilag egy ilyen anarchoid pasas voltam, tehát nem voltam én egy jó. Se jó tanuló nem voltam, se jó gyerek nem voltam. De kis tag volt, pártag lett, ha már hát, a szülők onnan. Pont emiatt az anarchistaság miatt a elsőben, amikor a KISZ-t megalapították a gimnáziumban, akkor ugye ott szavaztak. Volt egy alapcsapat, és valahogy szavaztak. És engem először nem vettek föl. Na most ezt tudni kell, majd biztos fogunk erről beszélni, hogy ami az én világnézetemet illeti, vagy világképemet illeti, az 18 éves koromig, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy én egy ilyen anarchoid kádárista voltam, ami azt jelenti, hogy kilógtam én mindenféle szempontból, sok szabályalól, de a kádárt, vagy a kádárizmust én középiskolás koromban nem kérdőjeleztem meg, és nem is akarok hazudni visszafelé. Ez volt az egyetlen olyan korszaka az életemnek, amikor mondjuk a szüleimmel barátságosan tudtunk efféle dolgokról beszélni, illetve nem is nagyon beszéltünk róla, mert nem volt köztünk olyan nagy vita. Ami vita volt, az már ebből az anarchoid létemből fakadt, de addig, amíg én el nem mentem katonának, 18 éves koromban, addig én egy mondjuk baloldali, de még azt is mondanám, hogy kedveltem a kádárt, és ezt akkor sem fogom letagadni, hogyha 18 éves korom óta nem kedvelem. Tehát... Itt kérdezhetek valamit? Persze. Csak aztán ne felejtse, hogy maga kedvelte a kádárt, már egy abban a korban született, amikor már a véreskezű kádárt talán el lehetett felejteni. De a szüleinek viszont ezt végig kellett élnie. Tehát a szülei pontosan tudták, hogy mi zajlott 56 után, és mégis kádárhívek voltak. Na jó, hát most belekérdezett Zsuzsa a közepébe. Ugye, jó, akkor kezdjük az elejéről. A apám Pándi Pál, eredeti nevén Kardos Pál, egy debreceni zsidó család sarja, akit 44-ben deportálnak Bécsbe, a családjával együtt, az apja, tehát az én nagyapám az munkaszolgálatos. Bécsbe vagy Bécs mellé? Bécsbe.
Most voltam kinn a Hakkengasszén, ahol az apám egy vonellágerben lakott, és dolgozott. És az apám a zsidó gimnáziumba járt Debrecenben, egy jóképű, tehetséges, kultúra közegében felnövő emberke volt. Ráadásul az apja ugye műfordító volt, sőt az osztályfőnöke volt az apámnak. Magyart is tanított neki, mást is tanított neki. És aztán ugye megúszták, ők megúszták, a család másik fele, a nagyanyám ága nem úszta meg őket, Auschwitzban voltak kedvesek elégetni, de ők megúszták. És a nagyapám, aki egy nyugatba írogató, ilyen szociáldemokrata, baloldali víziókkal rendelkező, semmiképp nem kommunista, műfordító volt, kritikus volt, efféle volt Debrecenből Pestre, jóval volt Babicsa, Kosztolányival, Szabó Lőrince főleg. A nagyapám elment a Művelődési Minisztériumba, Kultusz és Vallásügyi Minisztériumnak hívták, ott volt tanácsnok, és mint ilyen nagyon sok embernek egyébként segített a 45 után. Na most az apám 44-ben, ezt a naplójából lehet tudni, amit nem is olyan régen publikáltam, az apám, akinek viszonylag könnyebb dolga volt, mert Bécsben ez egy olyan hely volt, ahol a férfiak kijártak dolgozni, rosszabb, jobb munkákra, az asszonyok otthon voltak. Bécsben kedvesek voltak vele az emberek, döbbenetesen kiderül a naplójából, hogy a bécsiek hogy segítették őket élelemmel, kenyérjeggyel, ebéddel, tehát ahhoz képest, ami zajlott egy koncentrációs táborban, ahhoz képest, ennek ellenére többször volt életveszélyben, stb. Lényeg az, hogy hazajön, és elindulhatott volna egy normál polgári, vagy baloldali, vagy szozdem, vagy nem tudom milyen irányba. De hát, ahogy az ugye sok zsidónál megesett 45 után, egy ilyen pici cionista kanyarral az apám 47-48-ra már a kommunista pártban landol, és az ötös kollégium tagja, onnan ott jár egyetemre, és egy pártiskola, 49 nyarán elvéged egy pártiskolát, és onnantól kezdve egészen a 86-os haláláig az apám alapjában véve és mindig is a párt szolgálatában áll, ami azt jelenti, hogy van neki egy sztalinista korszaka, amikor például 23 évesen, 49 őszén neki megy a Lukácsnak, Lukács Györgynek, akit akkor éppen ki akartak nyírni. Azt se tudta az apám, hogy kicsoda, micsoda, de neki ment, nem egyedül, sokat magával. Aztán 53 után, amikor jön a Nagy Imre kormány, jön a fordulat, akkor az apám is enyhül. Annyira, hogy 56-ban a forradalom alatt ő a Szabad Népnél dolgozik, és lényegében véve a Nagy Imre csoportnak a politikáját viszi. 10 nap alatt ír 3 vezércikket. Ez az én megítélésem szerint élete legjobb periódusa, amikor megszűnt rajta az a korbács, amit ő ezért azért amazért magára vett szegény 47-48-ban, és ez nagyon érdekes, hogy ugye most kiadtuk ezt a Teherpróba című könyvet, amiben benne vannak az 56-os vezércikkei, amiket név nélkül írt Pándi, és a vezércikkeinek a stílusa, a vezércikkeinek a nyelve az egy szabad, felszabadult, kulturált, nagy lélegzetet vevő embernek a nyelve. Igen ám,
De hát ugye bejönnek az oroszok, Kádár van szíves elárulni a forradalmat, és akkor az apám, aki mondom, tagja nem is volt a Nagy Imre Körnek, de nagyon közel volt. Nagyon együtt mozgott például a Gimessel, akinek, Gimes Miklóssal, akinek aztán nagyon nagy szerepe van az apám sorsában, majd mindjárt elmondom miért. Nagyon, nagyon lényeges kérdés. Az apám a forradalom leverése után, a kezdődő megtorlások idején, anyám közvetítésével, aki még fiatal korából ismerte az acélházas párt, ugye acél akkor kerül Kádár révén, ugye együtt ültek a börtönben, kijön, az acél már a Kádár körül sertepertél, és akkor az anyám összehozza a Pándit meg az acélt, és a dolog lényegét tekintve az acél voltaképpen egy, hát ugye nem ültem ott, nem tudom megmondani, hogy pontosan mi történt, de lényegében véve azt mondja a Pándinak, hogy figyelj ide, te egy tehetséges irodalmár vagy, meg újságot is írsz, meg okos ember is vagy, amennyiben hajlandó vagy az én munkatársamként, tanácsadónként működni, meg fogjuk próbálni, hogy a megtorlásokból semmilyen módon ne legyen részed. És hát lássuk be, az apám elfogadja ezt az ajánlatot, holott 1957. április 15-én, amikor a Gimes már le van fogva, a Gimessel együtt volt ő a Szabad Népnél, sőt, sztálinisták is együtt voltak, sőt, a Lukács ellen mind a ketten írtak 49-ben a Szabad Népbe. A Gimes akkor még el van különítve a Nagy Imréktől, hiszen a Nagy Imrék még Sznegovban vannak, Romániában. És a Gimes vizsgálati fogságban van, és behívják a Pándit tanúnak. És az apám egy nagyon érdekes tanúvallomást tesz. Két kérdést kap, az egyik a Gimes forradalom alatti tevékenységére vonatkozik, a másik a Lőcsei Pál tevékenységére, aki ugyanúgy mozgott, mint a Pándiék, azzal a plusszal még a háttérben, hogy amikor a Szabad Nép szerkesztősége egy ultimátumot intézett a Gerőékhez a követeléseikkel, hogy mit akarnak tágítani még a forradalom alatt, és behívják őket a Nádor utcába, a pártközpontba, és a Pándi írta a vezércikket, ez az október 23-i vezércikke a Szabad Népnek, azt a Pándi írta, akkor ott a Révai és a Gerő rátámad a szerkesztőségre, és a Lőcsei védi meg a Pándit. Na most, 57. április 15, az apám hihetetlenül okosan védi a Gimest, nagyon, nagyon okosan védi, és nem védi a Lőcseit. Ebből a másfél oldalas tanúvallomásból, szintén benne van a könyvben, pontosan lehet látni, hogy ez egy végiggondolt, elhatározott, ne adj Isten az acéla, megbeszélt, ezt nem tudom, de minden esetre egy jól átgondolt tanúvallomás, ahol a Gimes mellett beszél, és a Lőcseit elengedi. Ez volt a deal, elengedi. Na most azt mondanám, hogy az apám és az apám nemzedékének az igazi tragédiája az az, hogy egyszer lecsatlakoznak a Kádárék mellé. Innentől kezdve az apám, noha még vannak bizonyos népszabadságban, nem írhat egy ideig a saját nevén, meg ilyesmi. Ezért lett Pándi? Nem, azért lett Pándi, mert 1945-ben volt, sőt 44-45-ben volt Debrecenben egy Kardos Pál nevű Babics kutató irodalomtörténész, aki az ő apján, tehát az én nagyapámnak volt a barátja, és az apám gimnazistaként valami verset publikált valamelyik debreceni labban, és a két Kardos Pál találkozott az utcán, és az öregebb Kardos Pál azt mondta neki, hogy ide figyelj, édesfiam, az rendben van, hogy te olyan rossz verseket írsz, mint a bűn, de ne az én nevemet használd, mondta az apámnak,
És aztán azt mondta, jó, innentől kezdve Pándi. Tehát ezért vagyunk Pándi. Vagy lett Pándi. Na most az a helyzet, hogy az apám Király Istvánnal másokkal együtt az Acél tanácsadója lesz, sőt 57-58-ban már a népírók elleni határozatot is ők ketten írják, tehát full benne vannak a kádárizmus megtorló szakaszának a mondjuk a lebonyolításában is, már nem a megtorlásokban, hanem a kulturális megtorlásokban. És akkor az történik, hogy 1958. június 16-án ugye kivégzik a Nagy Imréket. Na most ma már lehet tudni, akkor nem lehetett. Ugye június 16-án kivégzik őket, június 16-án este az apámnak tudnia kellett, hogy egyrészt kivégezték a Nagy Imrét, a Malétert, sok évi börtönre ítélték a Donátot, a Vásárhelyi Miklóst, és kivégezték Gimes Miklóst, akinek azon kívül, hogy jó kapcsolatai voltak a Nagy Imre körrel, a Gimes Miklósnak nem volt kormánytag, egy újságíró volt, aki november 4-e után kicsit agilisan mozgott, ugyan szerkesztette az október 23-a című illegális lapot, de hát alapjában véve szerintem rohangált egyik tanácskozásból a másikba, időnként rendőrségi jelentések szerint még az apám is ott van abban a lakásban, ahol a Gimes. Na a lényeg az, hogy az oroszok elengedik azt a kérdést, hogy a Nagy Imrét mit csináljanak, mert hogy lecsukják, vagy kivégzik. Sőt, a Hruscsov a végén nem is akarja, hogy lecsukják a Nagy Imrét. Ez a Kádár döntése. Nem, hogy lecsukják, hanem, hogy kivégzik. Kivégezik. Bocsánat, kivégzik. Lecsukni le akarta a Hruscsov is. Kivégzik. Na most, hogy kerül ide a Gimes? Ezt most itt nem fogjuk tudni megfejteni. A dolog lényeg az, hogy a Gimes egy zsidó származású újságíró, akinek emberi kapcsolatai igen, kormány szerepe semmiképpen nem volt a Nagy Imre kormány tájékán. Nagyon, nagyon agilis figura volt, de épp úgy, mint a többiek, Nagy Imrét leszámítva, ugye a per végén, 58-ban, az utolsó szójogán megbánják, amit tettek, és ennek okából vagy sem, Donátot nem végzik ki, Vásárhelyit nem végzik ki, sokakat ítélnek évekre, adott esetben sok évre, másik perben például Göncz Árpádot, ilyesmi, Mécs Imrét, és a Gimest kivégzik. Na most én, amikor az apám könyvét csináltam évekkel ezelőtt, akkor döbbentem rá, hogy az apám élete az 1958. június 16-án éjjel, hát fogalmazhatunk úgy, hogy végképp tragédiába fordult, fogalmazhatunk, én a könyvben úgy fogalmaztam az előszóban, hogy az apám innentől kezdve egy morális skizofréniában élt. Az apám nyilvánvalóan a Gimes kivégzése egy üzenet volt azoknak a zsidó származású kommunistáknak, akik az 56-os forradalom alatt levetkőzvén saját sztalinista múltjukat elkezdtek izegnek mozogni, mindenféléket írtak, meg röplapoztak, meg nem tudom, micsoda, hogy jó lesz vigyázni, mondta a Kádár, mert ugye a Rákosi négyes fogat, a Rákosi Gerő farkas révai mind zsidók voltak. Na most nagyon jól jött ebben a szörnyetek perben 58-ban, hogy kivégzik a Gimest, aki értelmiségi, radikalizálódott, zsidó, újságíró, tehát egy egész frontnak vagy rétegnek tudunk üzenni, hogy gyerekek, nyugi, mert baj lesz. Na most
ez mindazoknak az embereknek, köztük az apámnak is, akik egészen közvetlenül voltak érintve ebben az ügyben. Tehát az apámnak lehetett egy olyan éjszakája, amikor neki el kellett dönteni, hogy mi történik abban a helyzetben, amikor nem babra megy ki a játék. Kivégzik a Gimest, akivel ő együtt mozog az elmúlt 10 évben. Megborzongok, ahogy bizony, mondja. Szörnyű. És az apám, szegény, ugye a dilemma az úgy nézett ki, hogy vagy hagyok csapot papot, és elmegyek, nem tudom én, Debrecenbe elmegyek gimnáziumi tanárnak. Én szerintem ezt hagyták volna. Vagy megmaradok a Kádár szolgálatában, viszem az acél vonalát, ugye az is nagyon érdekes, hogy az acél is zsidó, ugye, és ezért a Kádár az acélból csak művelődésügyi miniszter helyettest csinált, mert nem akarta, hogy megint a Rákosi féle túlreprezentált zsidóság kerüljön reflektorfénybe, de sokkal nagyobb volt az acél hatalma, mint művelődési. Úgy is hívták őt, hogy az acél a miniszter első felettese. De hát voltak itt helyettese volt. Nagyobb hatalma volt, mint a mindenkori miniszterre, kulturális miniszternek. Na, szóval az apámnak ezt kellett eldöntenie, hogy akkor ő megpróbál-e ezzel az őrületes kompromisszummal tovább élni, és szolgálni egy olyan hatalmat, amely kivégezte például a Gimes Miklóst. Na most az apám tragédiája az, hogy ő egy olyan mérhetetlenül érzékeny ember volt, aki sem 44-et, sem 56-ot, sem a Gimes kivégzését nem tudta megemészteni, és nem tudta feldolgozni, tehát 56-ban ő egy fiatal ember, ugye 26-ban született, 30 éves, és innentől kezdve az egész pályája egyfelől morálisan érzékeny ember lenne, ha nem szolgálna egy diktatúrát. Na most a diktatúra szolgálata az akármilyen jóindulatúak is vagyunk, vagy akármilyen szándékunk van abban, hogy tágítsuk a levegőt, vagy a szabadságnak valami árnyalatait bevigyük, hát ott nincs mese. Ott nincs mese, tehát az apám lényegében innentől kezdve az acél főtanácsadójaként éli le az életét, együtt megy föl és megy le az acél mindenkori mozgásával, de hát alapjában véve azzal a belső skizofréniával él, hogy egy olyan világot szolgál, amely ugye az ő képzetében az egyetlen biztosíték annak, hogy még egyszer ne legyen 44. A másik oldalon viszont ugyanez a biztosíték volt szíves kivégezni nem egy, nem két, nem három, hanem több száz embert. Borzasztó. Na most ebből nem lehet talpra állni. Na most ez a szerkezet, és még hozzátartozik ehhez az is, hogy az apám alkatilag nem volt arra alkalmas, hogy ő visszavon. Ő lehetett volna csak irodalomtörténész, foglalkozik a 19. század, nem tudom, reformkorra, okay. De az apám egy olyan alkat volt, aki ezt nem bírta volna ki. Na most ezért megkötött egy, hát nem is egyszerűen kompromisszumot kötött, hanem belezuhant egy lehetetlen helyzetbe. Ez egy lehetetlen helyzet. Az, hogy a Gimes kivégzése után ő soha többet nem tud talprány, soha nem beszélt erről. Soha egyetlen mondatot se. Épp úgy, ahogy nem beszélt 44-ről sem. Na most mindezt azért meséltem el, mert nagyon könnyű dolog azt képzelni, hogy vannak a diktatúra mindenkori kiszolgálói, meg talpnyalói, és vannak a becsületes ellenállók. Ez bizonyos értelemben igaz, de mint az apám példája is mutatja,
Én aztán végképp nem mentem fel az apámat, mert az apám élete legdöntőbb pillanatában nagyon rosszul döntött, nemhogy rosszul döntött, önmaga ellen döntött. Egy ember, akinek van moralitása, és van morális érzéke, és van tehetsége ahhoz, hogy lehet szabadabbá tenni egy világot, így is indul 45-ben a Szép Ernőnek az Emberszak című könyvéről, publikál egy olyan kritikát, amit egy 20 éves ember akkor tud megírni, ha olyan tehetséges, mint a nap. És ez az ember beáldoz mindent azért, hogy nehogy még egyszer 44, csak hogy ez nem ad felmentés semmire. És az a tragédiája ezeknek az embereknek, így apámnak is, hogy mindig ezzel akarták legitimálni, belül, kívül nem beszélt erről, nekem se beszélt. Nem is tudtam, hogy van naplója. Nem is tudtam. Bőven a halála után derült ki számomra, hogy van naplója. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy én egy olyan családban nőttem fel, ahol az elhallgatásoknak a virágba borulását lehetett látni, ha ezt a képzavart lehet mondani. Tehát rengeteg minden el volt hallgatva, az is el volt hallgatva, hogy én zsidó származású vagyok. Az is borzasztó módon derült ki. Szóval azt akarom csak mondani, hogy mire én elérkeztem ugye ez volt az eredeti kérdés, kicsit hosszan vászok. De nagyon érdekes. Mire elérkeztem az érettségire, addigra ez az anarchoid kádárizmusom, ez úgy nézett ki akkor még, hogy egy ilyen működőképes dolog, mert én olyan szabad voltam, és mindenféle ütközéseim voltak. De ezek nem politikaiak voltak, ezek egy kamasz gyereknek azért voltak. De hát én úgy el voltam. És akkor bevonultam katonának. És a katonaság egy éve, vagy 11 hónapja az én egész világképemet megváltoztatta. Én örökké hálás vagyok a cinegének, hogy engem bevonultatott. Borzalmas volt. Borzalmas volt. De én ott tanultam meg, hogy hol élek. Addig én egy burokban éltem. De magától a katonaságtól, vagy a társaságtól, ahova keveredett? Egyrészt is, másrészt Van a Marxnak, tudom, hogy ma nem szokás idézni, de akkor is, van a Marxnak egy levele, azt hiszem az Engelshez írja, amiben azt írja a Marx, hogy az ő tanulmányai őt arra predesztinálják, hogy ő úgy gondolja, hogy egy nagy birodalomnak a hadserege az mindig sűrítetten tartalmazza azokat a folyamatokat, amelyek kint a társadalomban nagyon nehezen vehetők észre. Eltűnnek. Ugye volt nekem egy katonatársam, aki ezt úgy fogalmazta meg, nem olyan szépen, mint a Marx, hanem azt mondta, hogy a katonaságnál mindenki mesztelen. Ott minden kiderül. Ott nem lehet eldugni semmit. Kimész az életbe, szakát növesztesz, elbújsz, nem mész el, nem mondod, eltűnsz. Na most ezért van az, hogy akikkel én katona voltam, azokat mindenkinél jobban ismerek, és fordítva is, ők is engem. Na most alapjában véve persze az ottani barátságaim, a mai napig is a barátságaim, főleg néhány kivétele, de alapjában véve a hadseregben tanultam meg azt, hogy mit jelent az, hogy mi egy diktatúrában élünk. Tehát én úgy jöttem ki, amikor hazamentem 11 hónap után, ahol én sok fogdát és sok büntetést kaptam sorozatban, a barátaimmal együtt. Bölcsész század voltunk, és azt nem szeretik a katonák, azt nagyon nem szeretik. De a lényeg az, hogy amikor hazajöttem, nekem volt egy sok szempontból nagyon problematikus személyiségű anyám, de egy okos asszony volt. És az anyám rám nézett, és azt mondta, hogy egy másik fiút kaptam vissza, mint aki elment. És akkor én néztem rá, hogy bolond vagy, hát miért? Igaza volt. Én úgy jöttem ki a katonaságtól,
hogy ez a rendszer, mármint a szocializmus, vagy a létezett szocializmus lényegében minden ízében elfogadhatatlan. Ez egy olyan diktatúra, aminek az egyetlen lehetséges alternatívája az, ha minél nagyobb mozgalmak, tömegek, kevesek, bárkik, egyének, művészek és nem művészek tágítják a határokat egészen addig, ameddig lehet. Természetesen eszemágában nem volt azt gondolni, hogy valaha rendszerváltás lesz, de én már úgy mentem egyetemre, és a barátaim is úgy mentek egyetemre, hogy már konfrontálódtunk. Most innentől kezdve az én életem az apámmal egy elképesztő viszony volt, mi imádtuk egymást. Oda jártam, apám bölcsészkaron volt, én is bölcsészkarra jártam, tanított is engem egyébként. Egyfelől ez egy reménytelen szerelem volt. Másfelől mind a ketten ilyen szenvedélyes, kiabálós emberek vagyunk, de hát az apám ugye mégiscsak rutinosabban tudott kiabálni, meg szenvedni, és soha nem, innentől kezdve soha nem tudtuk, nekem mindig fontosabb volt az apám, mint az anyám, ezt hozzáteszem, soha nem tudtuk külön választani a világnézeti különbségeinket a családitól. Nekem volt egy elég reménytelen kísérletem, amikor már a második gyerekem megszületett, akkor én próbáltam neki mondani, hogy próbáljuk már meg leválasztani a unokáidat arról, hogy mi van a, nem tudom én, az írószövetségben, meg a, nem tudom én. Nem lehetett. Mind a ketten hibásak vagyunk ebben. Na most ebből az következett, hogy végig ordibáltuk ezt a, ugye 72-be mentem egyetemre, tehát 72-től 86-ig, de közben közben szenvedtünk, mint a kutya, és mind a ketten boldogok voltunk, ha tudtunk egy olyan mondatot mondani, amit a másik elfogadott. Ez nagyon ritkán fordult elő, de ez egy, hát ez a se veled, se nélküled, vagy nem tudom, micsoda volt, de egyfelől nagyon szenvedtem én ettől, másfelől én nagyon pontosan tudom ma, ugye egy nagyon primitív, ócska szöveg az, főleg jobb, szélső jobbról, de nem csak onnan, hogy vannak ugye ezek a káder gyerekek, akik a szocializmusban ugye éltek, mint Marci Hevesen, és közben egy kicsit kellemetlenkedtek a rendszernek, aláírtak, meg ez, meg az, de hát közben meg milyen jól éltek, tehát kicsit ilyen furcsa viszonyuk volt, de hát az az igazság, hogyha jó indulatú vagyok, akkor ezek az emberek nem tudják, hogy mit beszélnek. Ha rossz indulatú vagyok, akkor csurkáznak. A helyzet az, hogy a barátaim legnagyobb része 1980-ban a 79-es karta aláírása után amúgy velem együtt elvesztette az állását. Én nekem 1991-ig nem volt állásom, vagy 90-ig, 10 évig nem volt állásom. Gyerekeim voltak, állásom nem volt. Viszont volt egy iszonyatosan feszült szerelmi viszonyom az apámmal. Na most, ha erre valaki azt mondja, hogy én lubickoltam a kádárizmus mocsarában, vagy pocsolyájában meg, hát akkor ajánlom neki, hogy nézze meg, hogy itt mi történt. És ez nagyon sokakkal volt így. Természetesen van a... Nagyon büszke vagyok magamra, mert az IÉS naplójába belekerültem. Az IÉS azt mondja 1980, nem tudom mikor, 81-be azt írja a naplójába, hogy itt volt nálam a Csóri, aki most jött az acéltól, mert azért jó, biztos volt az jó. Itt acéltól, és azt mondja a Csóri, hogy itt vannak ezek a káder gyerekek, itt van a Horváth Márton gyereke, itt van a Pándi gyereke,
Ezek itten ugrálnak, meg aláírnak, meg hisztiznek, hát így könnyű mondja az IE, és hát persze, hát ilyen hatalomvédte bensőség, mondta az IE, vagy írta. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az IE bevett engem a naplójába, de hát egy büdös szó nem volt ebből igaz. Na de 18 éves koráig védte a hatalom magát is, ami ki nem derült a katonaságnál, hogy milyen világban él. Igen, csak az a különbség, hogy 18 éves koromig nem volt rajtam mit védeni, mert 18 éves koromig én semmi olyat nem csináltam, ami felborzolta volna az idegeit a hatalomnak. Abban a pillanatban, amikortól kezdve csináltam ezt-azt, ugye én mondjuk a demokratikus ellenzéknek a mondjuk a második köre voltam, tehát nem voltam a kemény mag, hanem egyel kiebb voltam. De mondjuk írtam a beszélőbe, de mondjuk osztottam a beszélőt, meg nem tudom. De soha nem kapta meg, hogy ez a Pándi gyerek, ez mit ugrál, mit beszél, hogy egy ilyen múlttal, ilyen felmenőkkel jobb, ha csöndbe marad, és osztja az észt, és írja a kritikákat. Dehogy nem. Ennek a legszebb példája az a elmesélem. Nevet nem fogok mondani, de elmesélem. Amikor elvesztettem az állásomat, nekem, én az Akadémia Kiadó Lexikon szerkesztőségében dolgoztam, eleve egy olyan állásba mentem direkt, ahol ugye, amikor végeztem, akkor még nem voltam ennyire, tehát el tudtam helyezkedni végül is. Lexikon szerkesztőségében dolgoztam, egyébként itt a Bajza utcában. És egyszer csak, ugye elvesztem az állásomat, az is nagyon szórakoztató volt, mert amikor kiraktak, akkor behívatott a osztályvezetőm, megmondta, hogy ez a helyzet, jó, kiraktak, és mire hazaértem, akkor nem laktam együtt az anyámékkal, mire hazaértem, az apám már tudta, hogy engem kiraktak. És nem tudta megvédeni, vagy nem tudott segíteni ebben? Hál' Istennek nem akart. Nem akart. Vagy nem tudott, vagy nem akart. Szerintem az acélék nagyon idegesek voltak az ilyen káder gyerekektől. De nem, ez szóba se került. De nem is engedtem volna. Na de viszont egyszer kapok egy levelet néhány hónapra erre, menjek be a fővárosi tanács oktatási osztályára, XY-hoz, osztályvezetőhöz. Bementem. Hát kiderült, hogy az illető az apám osztálytársa volt Hajdanában, és hát hallja, hogy itt mi történik, és hát nehéz ez így, de ő felajánlja nekem, hogy nem tudom én, Rákos Keresztúr túlsó végén van egy általános iskola, és ott esetleg lehetne valahol. Hát mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, igaz, hogy van egy tanár diplomám, én nem szeretnék alsó tagozatba tanítani, egyébként felső tagozatba se akartam tanítani. Tehát akinek nincs munkája, miért nem vállalja el? És vannak mindjárt gyerekei. Mindjárt kiderül, hogy miért nem vállaltam el. Azt mondja, hogy jó, azt mondja, semmi probléma, figyeljen ide. Képzelje el, mondja nekem az illető elvtárs, hozzám tartoznak a színházak. Hát mondom, ez remek. És hát azt tudnám magának ajánlani, hogy maga ingyen jegyeket kap a Víg Színházba, minden bemutatón ott van, lassan beeszi magát a büfébe, körülnéz, beszélget, és aztán nekem, hát úgy havonta jelenti, hogy a Víg Színházban milyen a hangulat, mit mondanak a büfébe a színészek. Mondtam neki, mert hogy én már akkor ki voltam okosítva, hogy ilyenkor mit kell csinálni, mondtam neki, hogy hát nagyon sajnálom, de én a színházhoz se értek, úgyhogy elnézést kérek, de hát ilyen. Magyarul azt akarom mondani, hogy egy, akarták. Hát be akart szervezni persze, de hát addigra már
35 ilyen történetet ismertem, ráadásul a katonaságnál engem is be akartak szervezni, tehát tudtam, hogy pontosan tudtam, hogy mire megy ki az egész. Na ebben addig benne lehetett az apám keze, a beszervezésben nem. De abban igen, hogy szólhatott ennek az embernek, hogy próbáljon meg valamit csinálni. De egyébként nem. Egyébként néha azt csinálta az apám, hogy a szüleink keresztül az apám és a nagyapám imádták egymást. A nagyapám az egy fantasztikus figura volt, mert ő miután látta 49-ben, hogy merre folyik a Duna, akkor azt mondta, hogy jó, én eddig voltam polgári humanista baloldali, hát akkor most leszünk kommunisták, hát kerül az nekem valamibe is. Nem volt egy cinikus ember egyébként egyáltalán, de nem volt egy bátor ember, és nem is volt politikus ember. És abszolút kommunista lett élete végéig, már legalábbis azt sugallta. És nálunk minden vasárnapi ebéd, amikor én gimnazista voltam, az úgy nézett ki, hogy a vasárnapi, nagyapámékkal vasárnapi ebéd, és az ebéd után ugye az apám volt a kultúrpolitika, a nagyapám volt az irodalom. És akkor az apám elmondta a nagyapámnak, hogy mi a helyzet a kultúrpolitika vonalán, a nagyapám elmagyarázta, mert hogy ugye iszonyú irodalmi érzéke volt nagyapámnak. Ő meg elmagyarázta az apámnak a nem tudom milyen irodalmi kérdéseket. Tehát ők testvériesen megosztoztak ebben, imádták egymást. Én életemben ilyen jó apa-fiú kapcsolatot nem láttam, és hát csorgott a nyálam, hogy ezek hogy imádják egymást. Az imádatban nem volt nálunk se baj, csak nálunk egy háború volt, köztük meg egy szerelem. Most elég hosszan a felmenőkről mesél, csak odáig nem jutottunk el, és már nem is biztos, hogy eljutunk, hogy de Kardos András ezt hogy élte meg, mert én egyszerűen belehaltam, amiket itt mesél. Tehát én belehelyeztem magam a saját életébe, sorsába, ebbe a családba, és kész vagyok tőle. Nézze, az az igazság, hogy van a Thomas Mannnak egy mondata, amelyik úgy szól, hogy ő a Hitlerájra azt mondja, tehát a náci időkre azt mondja, hogy ezek morálisan jó idők, ami alatt azt érti a Thomas Mann, az egy nagyon okos ember volt. Azt érti, hogy nagyon nehéz időkben nagyon világos, hogy hova kell állni. Tehát nem abban az értelemben jó idők, ha morálisan a náci idők, hogy nem. De világos, hogy aki nem a Hitlerály ellenfele, az amorális. Ott morálisan baj van, vagy ahogy mondjuk én az apámat hívom, ott morálisan skizofrénia forog fenn. Szegény végig akarta a morál, egész élete tele van minden írásával előjön a morál meg az erkölcs, miközben el volt engedve, nem volt egy autonóm ember, vagy nem lehetett. Most nekem megadatott az, hogy én a szocializmust is, meg ezt a borzalmas Orbán rendszert is, abban az értelemben morálisan jó időknek élem meg, hogy viszonylag korán tudtam, hogy hova kell állni, és viszonylag korán tudtam, hogy mitől tudok én autonóm lenni, és viszonylag korán körülbelül ugyanúgy gondolkoztam, mint ahogy gondolkozom ma. És ez egy nagy adomány, ez nem az én érdemem, ez egy nagy adomány, amit az élet adott. Ebben benne van a rettenetes szenvedéses viszony az apámmal, de benne van az is, hogy elmondok egy történetet, ha vele fér. Még egy kicsit, igen. Jó. Egyetemre jártam, az apámnak volt egy speciális kollégium, a Speckonnak hívták ezt akkor, szabadon választott szeminárium, akkori magyar irodalmi művekről volt szó, vagy miről, de történt, ami történt, egyszer a Falus Róbert nevű klasszika filológus, én nem tudom milyen okból, írt egy cikket az Apám Kritika című lapjába, mert az is az apám élet aztán, amelyben valahogy neki ment a paraszolvenciának. Én nem tudom, hogy a Falus Róbertnek, mint klasszikus filozófusnak, miközben volt a hálap, mert mindegy, neki ment. A Rényi Péter, aki ugye a
hatalom teteje -1, tehát már majdnem a tető, az meg neki ment a Farusnak, aki persze szintén kommunista volt, itt nem kommunista volt. És akkor ebből volt valami ilyen. És az apám valamiért úgy érezte, hogy erről a szemináriumon kell beszélni, meghívta a Farust, és meghívta, a Farusnak szegénynek nem volt lába, tehát ő egy ilyen tolószéken jött be, vagy igen, és ott volt a Rényi, aki egy ilyen kemény ember volt. Akkor megkezdődik a szeminárium, a Falus elmondja a maga, nem tudom, mit csinálját, nyilván kritizálta hálapénzt. A Rényi ott mond valamit, és mint mondtam, én is egy heves emberke voltam, és akkor nem tudom, harmadik, negyediknek jelentkeztem, és én bizony elkezdtem a Rényivel ordítani. Már nem tudom mit. És erre a Pándi, tehát az apám, az a két ugye kint ült a szeminárium előtt, a szobájába zajlott egyébként az egész, mellette a két vitafél, és az apám így ül, és azt mondja, hogy miután én elordítottam magam a Rényivel, aki az ő főnöke volt a Népszabadságnál. Azt mondja az apám, hogy nagyon szépen kérem a kollégákat, hogy próbáljuk meg betartani az emberi hangnemet, bármilyen indulatosak is vagyunk. Na most ez arról szólt, hogy az apám baromi jó tanár volt. Tehát mind a mellett, hogy nem volt autonóm, mind a mellett, hogy kiszolgálta ezt a szörnyetek Kádár rendszert, és gyilkosságban fogant ez az egész, aközben ahogy becsukta a szemináriumi ajtaját, megmerte azt csinálni a Rényi jelenlétében, teljesen nyilvánvaló volt, hogy én elvesztettem a fejem, és ordibálok ottan egy ilyen nagy ember, és nem azt mondta, hogy mars ki, nem azt mondta, hogy édes fiam, nem. Kollégák, hát ne csinálj. Na, ezt csak arra mondom, hogy nem volt ez azért olyan rossz. Szenvedéses volt, de... De én azt látom, hogy most azért jobban szenved lehet, mint akkor, nem? Tehát most dolgozza föl nem, mindazt. Nem. Én úgy gondolom, hogy az egy nagy különbség köztem és az apám között. Én ebbe ringatom magam, hogy szegény apám, aki hát egy szerintem nálam tehetségesebb és okosabb ember volt, mindenképpen jelentősebb ember volt szerintem, de gyengébb volt. Az apám sose tudta feldolgozni 44-et, sose tudta feldolgozni azt, hogy az 5-ös kollégiumból kidobált embereket, soha nem tudta feldolgozni az 56-os és a gimes ügyeket, és ez én szerintem én mindent feldolgoztam. Maga tudja legjobban akkor, hogy az apánk, nagyapáink bűneiért a gyerekeket nem szabad büntetni, ami azért most elég gyakran előfordul, és szinte egy perce van csak, hogy válaszoljon, de azért kíváncsi vagyok, hogy mit mond rá. Azt mondom, hogy az én dolgom az volt, és azt hiszem sikerült megtalálnom a kulcsot hozzá, hogy differenciáltan lássam és láttassam azt, amilyen az apám volt. És ha én ezt megcselekedtem, szerintem a Teherpróba című könyvvel megcselekedtem, akkor ebben az ügyben én elvégeztem a dolgomat. Így is van. Nagyon szépen köszönöm Kardos Andrásnak, hogy itt volt. Mielőtt beült, megkérdeztem, miről fogunk beszélgetni. Szándékom szerint nem erről, de hát az élet azért máshogy irányított minket. Köszönöm, hogy mindezt elmondta.